karácsony tiszteletére csillogó fehér ünneplőbe öltözött egész traffpark. Húsapkát viseltek a házak, a fák koronája, a bokrok, a fű, mind-mind puha fehér takaró alá bújtak. Trafi papa is hamarabb befejezte a kis traffok foglalkozásait, hogy maradjon még idejük játszani a szabadban, mielőtt haza kell menniük. Ilyenkor a kis traffok vidáman szánkóznak a nagy réten, vagy korcsolyáznak a focipályán gondosan hízlalt jégen. Már csak kettőt kell aludni, és itt a karácsony! Ti mit kértek traffapótól karácsonyra? Én egy olyan helikoptert kértem, mint amit Frici kapott a szülinapjára. Az nagyon klassz lenne, de félek, hogy nem fogja elhozni, mert nem voltam mindig nagyon jó. Én egy olyan könyvet szeretnék, amiben az összes dinoszaurusz szerepel, amit eddig felfedeztek. Egyszer láttam egy ilyet a könyvesbolt kirakatában. Én egy széles karimájú rózsaszínű kalapot kértem. Egy kalapot? Igen, egy kalapot. Viselhetném a farsangi bálon is, és nyáron is megvédene a tűző naptól. Lambó kicsit lemaradva szomorkásan gurult utánuk. Te mit kértél traffapótól, Lambó? Semmit. Tudjátok, a nagymamám kórházban van. Minden nap meglátogatjuk őt, és a nagy kavarodásban el is feledkeztem a levélírásról. Szerintem még nem késő bepótolni. Ilyen rövid idő alatt már nem érne oda a levelem. És mit kértél volna tőle? Az idén nem kérnék más ajándékot, csak azt szeretném, hogy a Nagyi meggyógyuljon és újra velünk lehessen. Akkor az egész család boldog lenne. Másnap kora reggel Mimi, Zsiga és Bendi fogva cogtató hidegben áldogált Lambó égháza előtt. Szia, Lambó! Sziasztok! Ti mit csináltok itt? Csak rád vártunk. Figyelj, Lambó! Sokat gondolkodtunk a tegnapi beszélgetésünkről, és arra jutottunk, hogy a te kívánságod fontosabb minden ajándéknál. Ezért mindenképpen el kell juttatnunk traffapóhoz. Igazán rendesek vagytok, de túl rövid az idő, már csak egy nap van karácsonyig. Így igaz. Éppen ezért csak egy lehetőségünk maradt. Nekünk, magunknak kell elmennünk hozzá. Jó, de azt sem tudjuk, hogy hol lakik traffapó. Lehet, hogy nagyon messze van a háza. Igen, lehetséges. De szerintem akkor is meg kell próbálnunk. Ha mi összefogunk, bármi sikerülhet. Induljunk is minél hamarabb. Hosszú út áll még előttünk. Mindenkinek van meleg sapkája és telitankolta a benzintartáját? Ne haragudjatok, fiúk, de ha nem nagy baj, akkor én most nem csatlakoznék hozzátok. Egy kicsit meg vagyok fázva. Semmi baj, Mimi. Ez a küldetés úgysem kislányoknak való. A három jó barát, Lambó, Zsiga és Bendi elindultak Traff City irányába. Mindenképpen észak felé kell tartanunk. Először átvágunk a városon, aztán majd kieszelünk valami használható úti tervet. Alig ért a kis csapat Traff Citybe, rögtön megtorpantak egy kicsit. Az egyik útkereszteződésnél meghibásodott a közlekedési lámpa. A javítás ideje alatt rendőr irányította a forgalmat. A kereszteződésnél épp várakozott egy ezüst színű traff. A kis traffok gyorsan felsorakoztak mögötte, majd amikor elindult, követték. Simán átjutottunk! Nekem kihagyott a motorom, úgy izgultam. Én is láttam, hogy a rendőr követett a szemével. Attól féltem, hogy megállít bennünket, és már mehetünk haza. Az első nehézségen túljutva a kis traffok elhagyták Traff Cityt. Hamarosan egy nagyon széles úthoz értek, amin rettentő gyorsan suhantak el a traffok. Hiszen ez egy autópálya. Trafi papa egyszer már mesélt róla. Ez a legmagasabb besorolású út. Igen, már én is emlékszem. A szembejövő traffok teljesen külön pályán haladtak, és mindkét irányban legalább két forgalmi sáv van, plusz a leállósáv. Leállósáv! Az autópályán csak itt lehet megállni, de igazából ez sem biztonságos, csak vészhelyzetben szabad használni. Úgy látom, egészen gyorsan hajtanak rajta a traffok. Igen, de azért itt is van sebességkorlátozás. Látok ott egy zöld táblát, nézzük meg, mi van rajta. Északi autópálya Akkuföldje irányába. Akkor nekünk is erre kell mennünk. Ezzel a kis traffok felhajtottak az autópályára. Eleinte furcsa volt a sebesen száguldó forgalom, de hamar belejöttek ők is, sőt, élvezték a gyors tempót. Eközben traffparkban is zajlottak az események. Legelőször Lambó anyukája kezdte hiányolni a kis traffját, ezért felhívta Zsiga anyukáját. Nincsenek nálunk, de Zsigának is már rég itt kellene lennie. Aztán kiderült, hogy Bendi is eltűnt. Az anyukák nagyon idegesek lettek, ezért Trafi papához fordultak segítségért, aki összehívta traffpark lakóit a benzinkút melletti nagy parkolóba.
Három kis straffot, Bendit, Zsigát és Lambot nem találjuk sehol. Ha valaki látta őket, vagy bármit tud róluk, kérem, mielőbb jelentkezzen. Trafi papa, nem tudom, hogy ez fontos-e, de amikor tegnap hazafelé jöttünk a nagyrétről, hallottam, hogy Traffapóról beszélgettek. Mimi erre egészen elvörösödött, és még hátrébb húzódott. Trafi papa észrevette ezt a mozdulatot. Mimikém, nem szeretnél nekünk mondani valamit? Épp most hallgattuk az időjárás jelentést. Egy heves hóvihar közeledik felénk, ezért nagyon fontos, hogy mielőbb megtaláljuk őket, nehogy veszélybe kerüljenek. Nem akartam elárulni a barátaimat, de az az igazság, hogy még kora reggel mindhárman elindultak megkeresni Traffapót. Nem várhatunk egy percet sem. Trafi papa azonnal el is indult. Rögves csatlakozott hozzá Bendi, Zsiga és Lambó apukája is. A kis traffok időközben hosszú kilométereket tettek meg az északi autópályán, és a kezdeti lelkesedés után inkább unalmasnak tűnt az utazás. Hatalmas, hófötte hegycsúcsok között haladtak. Kezdett besötétedni, és a szél is egyre erősebben fújt. Mi az ott előttünk? Egy alagút! Zsiga megtorpant. Nem mert bemenni, mert nem látta a fényt az alagút másik végén. Lambó és Bendi közben kibukkantak az alagútból, és ekkor vették észre, hogy Zsiga nincs sehol. Most mit tegyünk? Itt nem lehet megfordulni. Várjunk egy kicsit. Eszembe jutott valami. Jó, hangosan dudálok egyet. Az én kürtöm hangját biztosan megismeri Zsiga. Zsiga még mindig az alagút bejáratánál tanakodott, amikor meghallotta Bendi kürtjét. Ők már biztosan átértek. Én sem vacakolhatok itt sokáig. Zsiga minden bátorságát összeszedve nekivágott az alagútnak. Alig ért be, már látta is a fényt az alagút végén, és egy perc múlva már ő is ott állt a barátai mellett. A viharos szél havat sodort az útra. Néhol egészen magas buckákat emelt. A kis traffok már nagyon fáztak, és a sűrűsödő sötétségben bizony féltek is. Nézzétek csak! Ott azt a táblát! Aku földe jobbra, Traffapó házikója. Most már csak követnünk kell a táblákat. Keskeny hegyi utakon kanyarogtak föl alá. Diderektek a hidegben, és az üzemanyaguk is fogytán volt. Végül, amikor már teljesen elcsigázottnak érezték magukat, megpillantották Traffapó kunyhóját. Traffapó már várta őket. Gyorsan gyertek be, kis csibészek! Traffapó, te tudtad, hogy jövünk? Igen, de ebben nincs semmi varázslat. Trafi papa értesített, hogy elindultatok hozzám, és ő is úton van ide a szüleitekkel. Ebben az ítéletidőben nagyon meggondolatlan dolog ilyen hosszú útra vállalkozni, ráadásul felnőtt nélkül. Az egész az én hibám. Elfelejtettem levelet írni neked, és a barátaim elkísértek, hogy szóban mondhassam el a karácsonyi kívánságomat. Hadd halljam, mi az a kívánság, amiért ilyen nehéz útra indultatok? A nagymamám nagyon beteg, kórházban van. Azt szeretném, ha meggyógyulna és velünk együtt ünnepelne. Egy érdekes könyvet vagy egy helikoptert könnyen vihetek azoknak a kis traffoknak, akik egész évben jól viselkedtek. De sajnos csodát tenni én sem tudok. Azért ne keseredj el, ha igazán hiszel benne, bármi valóra válhat. Trafi papa a jeges szélben nehezen küzdötte magát előre az északi autópályán. Az időjárás, ha lehet, még rosszabbra fordult. Már éppen elérték az alagutat, amikor egy pusztító erejű széllökés hatalmas hókupacot zúdított az alagút kijáratához. Éppen abban a pillanatban, amikor Lambó apukája kigurult az alagútból. Annyira belepte a hó, hogy csak a sapkája látszott ki alóla. Szerencsére Bendi apukájánál mindig van csörlő, így közös erővel ki tudták szabadítani bajba jutott társukat. Jól vagyok. Ne vesztegessük az időt, menjünk tovább. Mikor végül átázva, átfázva megérkeztek Traffapóhoz, először nagyon megörültek, hogy épségben találták csemetéiket. De később azért mérgesek is lettek. Hogyan juthatott eszetekbe ilyen butaság? Súlyosan megsérülhettetek volna. Az a fontos, hogy senkinek nem lett komoly baja. Azt a kis horpadást Caki bácsik pillanatok alatt rendbe hozza. A kis traffok pedig biztosan sokat tanultak ebből az esetből. Másnap összegyűltek a családok,
és minden kis traf izgatottan várta a karácsonyt. Minnyi legnagyobb örömére megtalálta a fa alatt a rózsaszínű tollas kalapot. Bendy megkapta a helikoptert, és Zsiga is boldogan lapozgatta a dínos könyvét. A legnagyobb meglepetés azonban mégiscsak Lambóra várt. Éppen körülállták a nappaliban a karácsonyfát, és énekelni kezdtek, amikor kinyílt az ajtó, és a nagymamája gurult be rajta. Lambó kitörő örömmel rohant elé. Nagyikám, hogy vagy? Még nem gyógyultam meg teljesen, de már sokkal jobban érzem magam. Ezért az orvosok megengedték, hogy veletek ünnepeljek. Boldog karácsonyt mindenkinek! Boldog karácsonyt, Nagyi!